Presiunea ciucului se întinde pe o suprafață de circa 300 de km pătrați și este cunoscută ca fiind printre cele mai reci și umede regiuni ale țării, atât iarna cât și vara. Relieful cuprinde 2-3 terase și o lungă mlăștinoasă. Din timpuri uitate este locul a mai multor tinoave și încă are acest potențial, dovadă fiind canalele de drenare din zonele mai joase din apropierea Oltului. Cândva România avea multe asemenea locuri, în perioada comunistă au fost drenate o mare parte din mlaștini și tinoave cu scopul de a dezvolta agricultura și de a regulariza cursul râurilor. Actualmente, cel mai mare pericol pentru aceste habitate o reprezintă corupția, care poate da oricând undă verde pentru diverse companii sau persoane să amenajeze terenul și să construiască. Totodată, habitatele respective nu sunt menționate la televizor, deci nu există în conștiința publicului. Odată dispărute, dispar cu ele și multe specii de animale de care nu se vorbește nici la ora de biologie. Copiii învață ce animale trăiesc în Australia, în Africa, în America de Sud, însă nu știu multe despre animale care trăiesc în imediata lor apropiere sau speciile de animale care au dispărut între timp. Azi vă voi prezenta într-o manieră oarecum superficială o mică parte din această depresiune și animalele care trăiesc în ea. Nefiind specialist în biologie, am apelat la ajutorul lui Demeter Laslu, care mi-a fost ghid în cele 4 ore de plimbat în noroi și apă rece. Plimbare care îmi rămâne în amintire ca una din cele mai fericite zile din acest an. În minutele care urmează, vă invit să vedeți cum a decurs această expediție mică și vă urez vizionare plăcută. Stories to Széchenyi. Itt van egy patak. A legnagyobb patak a Széchenyi patakon.
fordítani, hogy meglátom. Azt hittem, hogy csak a Monar Pro-skák tudnak futni a vízen, de úgy nézem, ezek ez a pókok is. Farkas pók. Most pókfajuk, mert több is van. Ezek lemennek el vízzel, amúgy nem, emlékszem, hogy van olyan nem, is, amelyik lemegy. Van az a buvár pók, de az nem. Ez nem mennek el vízzel. Hát ugye ez a sári, ez a hódoknak a nyoma, a műve. Itt a farkukkal úgy meglapogatja valahogy, és ahogy jön neki a vízből, és ne ide hozta, húzták be a fát is, ne azt a nyílfadarabot. Aha. Csak akkor ne. Hús. Ah, van buvárbogár. Igen. Az igen. Csíkbogár, ugye? Csíkbogár, igen. Aj, de jó. Sem buvárpoloska. Bedobjuk az akiba? Igen, vagy a tálcában. Csak merítsünk a tálcába egyszerűen. Az a mi. Jó, csodálva teszed. Ah, fantasztikus. Ne van vízi bohán is. Aha. Annak még a nevét is tudtam, csak mostanában nem gyakoroltam. Ez ugyanaz a faj, ez a vékony, mint ez? Nem, nem, ez poloska, ez buvárpoloska, és ez pedig csíkbogár. Uh-huh. Két külön rovar csoport. És vannak szitakütő lárvák. És az ott, ami uszka, az minek a lárva? Az egy kérész lárva. Aha. Itt látszik az a buborék a hátsóján arra, a csíkbogárnak, amelyikbe tartsa a levegőtartalékot. Tegyünk ebbe elé vizet. Igen. Megdöjtöm ezt, és alatt lehet tölteni egy kicsit. Na, hogy könnyebb úgy. A konduktivitás mire szoktad használni? A konduktivitás az a különbséget lehet tenni a szennyezett vagy kemény vizek és az esővíz, tehát csapadék vizek között. Ott valami megmozdult valami hácska. Bulharáknak nézem. Egy centis hosszú valamiket láttam. Igen, bulharák. Kuk. Ezek a gamma ruszok. Jó, igen, igen, igen. Csak aha, olyan piszkisebbek. Elég sok faj van az országban. Valami hőkedvelő, ezt kell majd összeszedjek. Lehet, hogy alföldre kell menjek érte. Hát igen. Tudom, hogy ezeknek az oxigén igényük nagy. Igen. Beletesz és csak megkínozod őket. Igen. Nem szeretik a meleget a lakásban. Ott egy texas lárva valószínűleg, ami ott mocorog, az a borzos. Lássuk. Akarom nagyon felzavarni. Az is sem. Na, sokat nem. Na, lehet, hogy van. Sok. Na, hamburuszka, ugye? Igen.
vízi aszka. A lázgép mit tud csinálni? Hogy működik hát, az? Hát hogy gyenge elektromos árammal elbúdítja a halakot. Akkor... Jó, ja, kifekszenek, és akkor szeded össze őket. A fejének a víztetejírás hálóval összeszedett. Megnézett ő. Milyen fajú? Nem hiszem. Csatornacska vezeti le innen a befolyó patakuknak a vizét, és belemegy a régi Olt mederbe. A régi Olt az itt kacska ringózott össze-vissza, és aztán kiegyenesítettük ezt a szakaszt, de kicsivel lennebb megmaradtak a kanyarjai, ott már elkezd az első bokrok után elkezd kacska ringózni, és ott már rendes voltág jellege van. Milyen szuper. Csak átalakították egy vízét halastóval, és ez nem a legjobb, mert ez a lamp is a természeti szempontból nem az őshonos fajok vannak ott, hanem mindenféle. Én olvastam, ahol általában a folyóvizet is feltorlaszolják, hogy ilyen gátak vannak ott, az eredeti halvilág ki szokott halni, mert az oxigén ellátás ott is megváltozik. Hát főleg aztán ezek a tenyésztett halak ugye, kieszik a másoknak a... Ilyen konkurencia. Megcsizmám, likor. Ilyen ős időben. Hát az érdekes. Egyet fogok vinni, kisebb lát, darabot. Lehet, sok. Hát itt már tárgy van, ne. Csomó kérés szarva. Csak picurkánk. Hoppá, ne, ez dioptómusz lesz. Hű, de vagány, bakker. Ez vagány. Kuszakra. Most elszökött valóban. Itt van, ne. Látszik, hogy másképpen viselkedik, mint a ciklopszok. Nagyokat ugrik. Igen, nagyokat ugrik. Mert látszott a petezsákja is, ezeknek egy petezsákjuk van. Aha. A ciklopszok, ne látod, ez a melyiknek, ez egy nőstény. Nagyon vagány. Ez egy olyan csoport, amiben nincs olyan sok, de elég képviselője. Nincs olyan sok faj, de elég specialisták, ritkák. Tehát úgy olyan különleges. Erről írtunk ott egy cikket egy olasszal, a
a romániai ciklops, vagy a dioptomus faunáról, mivel egy pár új faj került elő a Csiki medencéből, és akkor mertünk írni egy ilyen összefoglalót az eddigi adatokról. Igaz, hogy ő volt a szaki, a dioptomus szakértő, én csak begyűjtöttem a mintákat, és a... Ne, ott van egy dioptomus, ne hát, de... Csak úgy lebeg a vízben. Úgy is hívják magyarul, lebegő kandicsok ezt a csoportot. Ezek a túlcsarákok nincsenek, nem élnek, mert nem bírják a hal predációt. Akkor a szfagnum. Ezt az akvarisztikába árulják arra, hogy a szűrőbe belerakod. Itt valami érdekes sarkó, miféle. Belerakod a szűrőbe, és akkor a pH-ját a víznek lecsökkenti. És a terrarisztikába pedig használják ajzatnak, és csinálnak ilyen szivacsszerűséget belőle. Békáknál, ilyen békaviváriumokban, hogy a pára tartalmat tartsa. Pillanat. Érdekes. Nincs gyökere. És akar lenni? Igen. Gyökere nincs, folyamatosan növekszik, és az alsó része halál. Abból lesz a tűzágy.